Üdvözlünk minden kedves nézőt eme csodálatos napon, itt van velem Bia. És... Hello. Tudom, mindenki azt hitte, hogy elfelejtettem, és mindenki írogatta, hogy Szilvi, Szilvi, új a lovagló aréna? Nem nézed még meg a lovagló arénát? Nem mutattad meg a lovagló arénát? De, meg fogom mutatni, ne röhögj! Meg fogom mutatni, csak másféleképpen próbálom felvezetni nektek ezt a csodálatos és gyönyörű helyet, hát amit itt láthattok így előttünk, direkt ide jöttünk, hogy messziről is megcsodálhassuk, és épp az előbb mondtam Biának, hogy szerintem rohadtul nem illik bele a játék környezetébe, mert csodálatos alkotás, és szerintem tudod, hogy miért ilyen feltűnő? Csak a színe egyébként. Igazad van, kitűnik. És hát nem is tudom. Most ha jól nézem, ilyen ellalakú elhelyezkedése van. És hát felettébb érdekes. Most szeretném mondani, hogy bementem, mert hogy edzeni voltam. De csak az egyik oldalát néztem meg. Úgyhogy, hát Bia, gyere nézd meg velem ma. Az egészet kompletten. És ahogy látom, jól meg van építve az alja, szerintem azokat a téglákat ellophatjuk alóla. Vagy köveket, miért nem is tudom. Miért nézem most? Szeretném tudni, hogy... hogy kikeverte a habarcsot ehhez az épülethez. Szeretném biztos... tudni. Álljon ide elém. Mi? Biztos a polgármester az tojká. A bárónő keverte a habarcsot? Már azt köszönöm. Megnézem. Az élók meg kell szállnak a hajából, mi? Lehet, tudod, megviseltem. Hát... ez... be tudok kukucskálni. Igen. Ja. Tényleg, igen, átlátszó az üveg. Kispórolták biztos az anyagot belőle. Na, oké, tehát két kapu van. És hogyha én véletlenül a kettő közé megyek, akkor mi van? Tényleg? Ennyi? Na, lássuk! Próbál, nem tudsz felmenni, tényleg. De föl szeretnék, de azt nézem, hogy ez mi? Akadályokat rakjáztam. De miért? Hát itt... a betűt, és vannak akadályok ott középen. Visszaállít. Na, várjál, nekem ezek kellenek, ezek a sima akadályok, az A. Az melyik? Az A? A. Jó. Na már most... én értem, hogy ez itt tök menő. Jaj, menj át a percsáronoddal ezeken a cuccokon! A különleges jármódba! Várjál. Na, sikerül vajon? Ha! Nagyon király! Ezen is át tudsz vele menni. Tudod, ezen a... ezen? Na? Na, kíváncsi vagyok. Na, ebből például jó anyagokat lehetne csinálni. Hát, ez már nem ment olyan sikeresen. Csúszik szerintem most. Igen. Na, vagy jó? Neked tettük. Hát, érdekes, ez biztos. Hát jó. Hát. Na, itt lehet konyom. Az biztos. Na, várjál. De én nem tudok belül maradni. De! De is tudok belül maradni, meghalok. Király! Na, jó, 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 jó. Tetszik. És akkor... itt mi van középen? Ide fel tudok menni, pattogatott kukoricát zabálni, mert szeretnék csak... Igen, fel tudsz menni, ott még van neked egy ruhatár is, tehát meg tudod nyitni az inventorit, és hogyha ugyan, akkor átöltözheted saját magad és a patit, ott tudsz venni kaját. De... de nincs popcorn! Hát ez mi? Ez chips? Ez chips? A kóla? Hát itt a... zöldségesni. Ja, aha, szerintem igen. Igen? Ó, oh, itt tudok átöltözni? Nem tudod megváltoztatni? Nem, vagy a lovadnak a sörényét meg tudod változtatni. Hogy azt is meg tudom itt csinálni! Azt a... igen, és hol tudok átöltözni? Jaj, látom igen. Már!
Ez mi ez? Ott vannak itt szekrények. De hát tudsz rakni zenét, be tudod rakni pár zenét, tudod Lisa Petersonnak a kis zenét, be tudod rakni, és akkor arra tudtok gyakorolni, vagy karahozni, tök jó. Úristen! Na várjál! Jó ez a zene, csak... csak így... nagyon hangos. Na így. Meg tudod nézni kameramódba itt a... itt a másik székbe? Aha. Akkor tudod nézni fentről is, meg mindent, tök jó videóanyagokat lehetne így csinálni amúgy. Há, eddig is lehetett igazából. De most még több lehetőség. Ja. Nekem nincs is szerintem olyan díjlovaglós felszerelésem. Nekem szerintem. Nincsen, tudom. Vagy de talán van. Talán, de csak hangsúlyozom, hogy talán. Majd mindjárt valamit alkotok. Várjál majd itt. Az én lavamot át tudja ezt lépni, vagy ezt ugrani kell? Na így. Na, ezt ugrani kell. Na talán így jó. Na. Na így jó vagyok. Ez már talán egy kicsit közelebb áll a... a D-Lovagy szethez, bár nem mennék rá megesküdni. Jó, na nézzük a többi pályát. Jó. Van még két verzió, amit nem próbáltunk ki, és gondolom itt kell kimenni. Igen. Szuper. És hogyha, én egy és hogyha én talicskával akarok pályát? Belenek, jó, megtollak. Ott egy Cilamila! Itt van a csipás bandinéd. Így van, itt a csipás bandi. Ez... Tuki, hogy nyújtózik. Na, én most elnevezem ezt a termet, ez lesz csipás bandi pályája. Csipás bandi. Hát tényleg. Hát, hát bandi. Most már megvan, hogy miért nem volt otthon a live-ba, amikor live voltunk. Tuti, hogy megérezték egyébként, hogy most fogom elindítani a live-ot, mert mind a kettő elszerelt abban a pillanatban. Igen. A Márton is, meg a bandi is, persze. Bezzeg máskor meg szeretik, hogyha ott szórakozok velük. Most nem. Most nem szerették volna. Hát ez nem egy nagy duranás. Bandi, rakja majd össze valami jobb pályát, hát nem igaz. Következő. Igen. Következő. Igen, igen. Kapod. Kapod a következőt. Kösze, kinyitottad nekem az ajtót. Na, most a C. Hát ez nem nagy cucc. Bandi, azt hittem, hogy ennél többet is tudsz. De mi az szép? Hát, szerintem snassz, ugyanolyan, mint a Jorvik Lovarda nyílt napja. És egyébként az a baj, hogy ez már nem hordoz értékeket, mert Rivuval már mindent is eladtunk. Szóval erről már nem tudunk több bört lerántani. Hát ez egy gyomot körülötte, na jó. Tessék? A gyomokat eladhatod körülötte. Van egy gyomokat, de már azokat is eladtuk, ez nem jó. Hát ez szomorú. Hát igen, éppen elég szomorú, ez borzasztó. Bandi! Új izét akarok, mi az pálya? Bandi! Újítást a népnek! Bandi! Élegy! Na, Lisa Peterson. Az én az iBidert akarom. No. Ez nem az. Ez mi? Ó! Oh. Na, ez jó, ez aranyos. De várjál, a másik oldalt sem néztem még meg. Hát, és elhallgat a... elhallgat a zene. Aha, ki ezt a kerén? Na, itt el kell mondjam, ki lehet menni a lelátóra? Ó, ki lehet menni? Ez az! Ezt is meg tudom nézni felülről? Hát... nem azt mondtad, hogy nem lehet feljönni lóval? A másik oldalt nem lehet. A másik oldalt nem engedik. Milyen másik oldalt? Hát, ja? Most jöttük át. De itt nem talál. Hol van itt a felülnézet? Ezt keresem, nem látom. Én sem. Kivették volna. Mert lehet, hogy nem vették ki, csak le kell ülni, vagy nem tudom. Na, így nem tudok leülni.
Hát, de ezt nem értem, hogy a szembenéz, kit érdekel, hogy te hol ülsz? Vagy hogy ki ül melletted? Hát a pályát akarom látni. Látok kameramódot, vagy ilyeneket sehol. Én se, pont ez a baj. Az igen, a lovan belesüppett a... Na. Hát ez nem igaz már. Nem. Én ezt nem fogom meg. Én ezt soha nem fogom megtanulni. Az E betűt használni. Nem. Nem? Nem. Nem, hát most is nyomtam és nem csinált semmit. Használom. Tessék? Én azt használom. Most hát mert nekem működik, nekem nem működik. Nincs felülnézet. Ez egy csoró frissítés. Csoró. Dick Charo! Össze-vissza magukat, nem tudom felülről nézni saját magam. Hát ez borzasztó, de most komolyan. Ez kiábrándító. Felettébb kiábrándító. Pedig ez volt a lovagló arénának az egyik legjobb funkciója. Hát meg jó volt nézni. Igen. Na most körbejárom az épületet, megnézem, mert tudok-e valamit lopni alóla. Izé, nem nézünk fel? Ez mi ez az eres csatorna? Dehogy nem, az lett volna a következő verzió, csak... Még meg körbe akarok járni, hát ha találok valami hibát, amit hangoztathatok. Találsz valami rejtett kincset. Ja. Azt megnézem. Hát van egy olyan érzésem, hogy mi nem fogunk tovább menni. Hát no. Na jó, nyertél. Még át lehetett mászni. Igen, át lehetett mászni. És lehet, hogy most is át lehet, de azt inkább a másik oldalról nézném meg, ahonnan nem kell szórakoznom azzal, hogy visszajussak. Itt nem kockáztatok, utálok mászni egyébként. Amikor elkezdtem a játékot, akkor nagyon sokszor belementem ilyen baromságokba, hogy akkor én most itt felmászok, mert mit tudom, és sose lett jó vége. Én sose tudtam mászni, nem tudtam. Mindig vagy a lovat átkoztam miatta, vagy a játékok, mert felhúzott idegileg. Olyan, de te nem tehettél róla. Ugye? Te nem. Nem tudom. Én nem. Ja, te nem. Én nem, de utána sose mindig nem. Azt mondtam, hogy jó van, csak azért nem tudok mászni, mert én egy lyuk vagyok hozzá. Hát egyébként kezdek aggódni, hogy nem lehet fölmászni a tetejére. De fel lehet is. Vagy de? De? Aha. Ó, hát ezt muszáj volt nekik megcsinálni, mert van egy csillag, amit innen lehet felszedni, csak tudod. Ja, tényleg, de nekem már föl van szedve. Milyen fém hangja van, ez fémtető. Tök jó, ez már. Mit néz? Ja, vicces. Még csavarok is vannak benne. Igen. Na, kaptok egy kis hangot. Úgy. És hogy megyek le? Hát gondolom onnan, ahonnan jöttünk, vagy csak leugrasz, kész. Hát valószínűleg leugrok, csak olyan jó volt, hogy meg lehetett állni az ajtóba, most ez az élmény elveszett. Igen, a lányok is ezt sérelmezték, hogy nem lehet megállni az ajtóba. Pedig az volt a kedvencem. Itt az eres csatorna, ellopjuk. Na akkor legalább az eres csatornába hadd másszak bele. Ehehehe, az eres csatornába. Hát bagos, kikérem magamnak. Én is leestem. Ez így nem ér. Na várját még a másik oldalra, megnézem, hogy ott mi a helyzet. Okse. És ezek miért vannak itt amúgy? Miért nem csinálnak akkor majd olyan funkciót a játék, hogy ki tudod kötni a lovadat a fához? Itt vannak ezek a fa cölöpök, vagy mi a fenékek, ezek nem arra vannak, hogy a lovadat ki tudod kötni kantárral? De akkor legalább csinálják meg. Mondjam még egyszer? Igen, akarsz, folyamatosan balkad a hang. Szóval, ezek a fa cölöpök nem azért vannak itt, hogy ide köthessük a lovainkat? Akkor miért nem csinálják meg normálisan? Hogy ki lehessen kötni kantárral ide a lovakat, hogyha már de ezeket ide rakják. Nem karakterekhez sem mindig annak kantár, mert nem bírnak hozzá animálni normálisan egy kantár. És hogy kapcsolódnak ide az NPC karakterek? A pont úgy. A mi az a pont úgy? Hát sehogy. Bandi. Miért akarnak kikötni a lovadat? Tessék? Miért akarnak kikötni a lovadat? Hát csak úgy! Hát hogyha berakják a játékba, nem, akkor már legyen értelme. Hát ez olyan, mint amikor megvetted azt, hogy szárod tudjad vezetni a lovat, aztán pár frissítéssel később beköltik, hogy most már nem kell megvenni, ingyen tudod vezetni a lovadat. Igen? Igen. Ingyen tudom vezetni a lovamat? Igen, tehát nem kellett megvenned ahhoz, hogy nem tudjad vezetni. Tényleg? Pedig én megvettem. Hát én is megvettem annó, szerintem... Nem annó.
most is, amit csináltam karaktert. Vagyis hát nem csináltam karaktert, hanem Zoe nem volt meg, és meg kellett mennem. Hát nem kell, elvileg nem kell. Hát jó van, akkor birka vagyok, na. Hát érdekes. Bandi, ez nem volt egy nagy durranás. Sokkal jobb dolgot is csinálhattál volna, én bíztam benned. Nem ezért tetszik, Javi. Hát nem én etetem, de amúgy igen. Nem azért kapod a parizert, egyébként az a kedvence Bandinak a parizert. Szereti a parizert, de imádja. Egyem meg. Imádja, és hogyha nem adsz neki, akkor jön reklamálni. Istenem, kis tüki. Marci, ez a kávétejszínnel van ide olyan szinten, hogy tök mindegy, hogy mit adsz neki, csak abból jöjjön. Tehát, hogyha tejet töltesz a kávétejszínes műanyagba, akkor azt is megisszam, mert azonnal jött, az finom. De hogyha viszont veszel egy, mit tudom én, egy hulalát például, és abból töltesz neki, az már nem kell, hiába finom. Igen. De, már az nem kell neki, mert neki kávé tejszín. Kell a kávé tejszínes műanyag dobozkából. Tudod, amit le kell törni és leszedni a... Igen. Az Isten, az. Nem semmi. Igen. De Márton most nincs itt, Bandi, viszont itt van, csak nem csinál semmit. Bandi! A kutyának a fekhely az még itt van. Aha. Kutyának a milyen? Háza? Igen, Techno. Igen, itt van a kutyus. És nem kapott új házat se. Kutyus is a régi animáció. Igen, pedig többet is ki tudtak volna hozni belőle. Igen. Na jó van, azt hiszem én mindent elmondtam ezzel kapcsolatban. Igaz? Igen. Hát... Azt hiszem a Lovagló Arénával kapcsolatban ennyi, viszont kíváncsiak vagyunk, én legalábbis, hogy ti mit gondoltok erről a frissítésről, úgyhogy várjuk a kommentjeiteket, köszi Bia, hogy eljöttél velem. És szép napot kívánunk nektek, legközelebb találkozunk újabb érdekességekkel. Sziasztok!